Több mint 10 napi rendi pontot tárgyalt Paks gazdasági bizottsága a csütörtöki ülésen. A témakörök között elsőként a város 2021. évi költségvetése, valamint annak módosítása szerepelt. Emellett a grémium tárgyalt a városban zajló felújításokról is, tájékoztatott Ulbert Sándor, a gazdasági bizottság elnöke. Felújítások a városba. És itt több olyan apró dolog van, amit a gazdaságbizottság keretiből kell, hogy megoldást találjon. Ezekbe is természetesen konszenzusra jutottunk, és úgy beszéltük át az egészet, hogy ezek szükségesek, hogy meglegyenek. Hát igen, az a része, hogy ma már eléggé húzós árak vannak, ez sajnálatos módon ez megjegyzésre került, de sajnos nem tudunk jobbat. A grémium ezen kívül az őszi pályázatokat is elbírálta, mint ismert 500 000 forintos összegre lehetett pályázni. A bizottság ugyanis rendszeresen biztosít forrást, többek között a természeti értékek megőrzéséhez, szelektív gyűjtés elterjesztéséhez, ivóvíz minőségének javítására vonatkozó szemléletformáló tevékenységekhez. Ezeken kívül igényelhető volt támogatás még kivágott és kiszáradt növények pótlására, virágosításra, valamint zajterhelések hatásainak csökkentésére. A döntés egyhangú volt a bizottság vezetője szerint. A gazdaságbizottságnak is ki lett írva a pályázat, és sajnálatos módon itt mondjuk a keret az lényegesen kevesebb volt, de mindent itt is egyhangulag beszéltünk át, tettük meg abban a részben, hogy a pályázat az ne legyen úgy, hogy 3-2 vagy 4-1 arányban, mindenhol addig beszéltük a pályázat odaítélt részét, amíg mindenki egyhangulag megszavazta. A bizottság napirendjei között szerepelt az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet módosítása és a beszerzések lebonyolításának szabályzata is. A most elfogadott témakörökről jövő héten Paks képviselőtestülete dönt. Az ülést a Telepaks október 13-án szerdán élőben közvetíti.